Mennyire vagy te megszállottja az asztali tenisznek, és zavar-e a pingpongnak nevezik? Mi az, hogy megszállottság? Tehát az, hát hogy... például az, aki zavar, hogy pingpongnak nem, nevezik. Az nem zavar a pingpongnak. Egyébként is, amit én csinálok, az valahol a pingpong és az asztali tenisz között van. Talán közelebb a pingponghoz. Én amikor 12 évesen jelentkeztem a DVTK-hoz, a pingpong, azaz asztali tenisz szakosztályhoz, azt mondták, hogy sajnos túl öreg vagyok, és hogy eljárhatok ilyen edzésekre, de hát már nem lesz belőlem semmi. Te mikor kezdted ezt? Én 45 éves koromban kezdtem el. Aha. Igazolt versenyző vagy valahol? Igen, igen, akkor elég hamar az is lettem, és hát ennek már sajnos negyed százada lassan. És kerület másodosztályról föltornáztam magam a csapatommal együtt Budapest másodosztályba. Ez két szinttel följebb van, mint ahol elkezdtem. 45 évesen milyen megfontolások alapján választottad ezt? Hát az úgy történt, hogy körülbelül akkor egy-két évvel korábban sikerült először életembe kertesházba költözni, ahol volt garázs, és a garázsban elfért egy pingpongasztal. És történetesen egy, aztán két szomszédról derült ki, hogy ők is szeretnek pingpongozni, amatőr. Hát üdülőkben gyerekkoromban teljesen pingpongoztam, mint gondolom mindenki. És akkor elkezdtünk minden otthon pingpongozni, minden héten 3-4 alkalommal több órát, és akkor valami rendszert kellene hozzá kitalálni. Elkezdtem utána járni annak, hogy hát mi egyáltalán pingpongnak a struktúrája, hol lehet ezt elkezdeni, hol lehet, mik a helyszínek. Úgy hozta a sors, hogy összebarátkoztam Ormai Lászlóval, aki ismeri az magyar asztali tenisz történetét, az tudja, hogy a női asztali tenisz sportnak a meghonosítója és a legeredményesebb sportklub megalapítója, hiszen a statisztikának volt ő az atya úristene, és a statisztika 25-ször nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját. És akkor lehetőség nyílt a Marcibányi téri csarnokban elkezdeni a mi szabadidős versenyszerű asztali teniszünket 1998-ban. Pingpongban az az egyik csodálatos dolog, hogy hát ott abban a bajnokságban, ami ugye nem egy profi bajnokság, ott előfordult már 10-12 éves gyerek is, aki persze 5-6 éves korától versenyszerűen játszik, és indítják ilyen alacsonyabb szintű bajnokságban, és vannak 80 fölötti jól és eredményesen pingpongozó emberek. Azért az asztali tenisz az olyan sport, amit amíg mozdulni tud az ember, azt a különböző szinten is, de lehet csinálni. Amikor már nem tud eleget futni, hogy teniszezzen, akkor szűkíti le a pályát. Mondjuk egy asztali teniszező elkezd egy kicsit teniszezni, akkor nagyon leromlik a játéka. Ugye most nagyon leegyszerűsítve. Az asztali tenisz játéka romlik le? Igen. Visszahat rá? Abszolút, mert a leegyszerűsítve az asztali teniszt az könyökből és csuklóból kell csinálni, a teniszt pedig egész karral. Na most, hogyha a kettő összekeveredik, akkor olyan lesz a pingpong asztalnál, mint elefánt a porcelánboltban. Ez a csukló és könyök, ez jó, és akkor a fényképezést pedig újjal kell csinálni. Tehát akkor teljes kar meg van mozgatva. De mikor kezdted ezt? Hát azt hiszem, hogy a 7 éves koromban kaptam egy beérette márkájú NDK fényképezőgépet. Ezt nem tudom éppen melyik nyugati pici gépről lopták, mert ugye ez rendszeres volt. Az NDK meg a szovjet fényképezőgépek nagyon hasonlítottak nyugati, a hanyatló által előállított masinákra. De azért azt, hogy én nem csak magam számára fényképezek, az inkább valamikor ugye a 90-es években alakult ki, inkább a 90-es évek közepén mondjuk. Thank you.
Nekem ugye azt szokták mondani a barátom, hogy milyen szerencsés helyzetben vagyok, mert ha beszélgetni akarok valakivel, akkor behívom ide a műsorba, és egy órán át tudok vele beszélgetni, nem kell időpontot keresni, nem kell helyet keresni. Egy picit a portréfotózással is ez a helyzet, hogy felvonultak előtted azok az emberek, akik izgalmasak. Ezért különösen szerencsés körülmény az, hogy egy nagy rádiót csináltam, mert ugye egyrészt ott be lehet menni úgy a stúdióba idegennek, hogy nem tudja a közönség, hogy ott van még valaki, ezt egy tévénél nyilván nehéz úgy eltitkolni önmagát. Másrészt pedig, amikor én a portrék jó részét, nem csak, de a jó részét a Klubrádió stúdiójában készítettem, amikor számomra szimpatikus, mindenképpen pozitív érzelmeket kiváltó emberek beszélgettek a kollégákkal. És miután nekem ott nem szabad megszólalni, ezért ebből a szempontból, ugye nem műsorvezető vagyok, meg nem vendég, ebből a szempontból, mint a Kánaán, mert én lelket szeretnék fényképezni, persze vizuális eszközökkel. Amikor valaki benne van valamilyen valódi élethelyzetben, és nem beállították arra, hogy ő róla most fénykép készüljön, vagyis mondjuk úgy, hogy őszinte ő is, meg én is. Azon sokat gondolkoztam, hogy igazából neked döntés kérdése volt, hogy azt csinálod, amit csinálsz, azaz, hogy a Klubrádió tulajdonosa vagy. De mi bele voltunk kényszerítve újságírók, nem tudtunk, be vagyunk zárva a nyelvbe, stb. Elkezdtünk egy karriert. Te döntettél volna úgy, hogy halálnyugodtan éled az életedet. Senki nem cseszeget, senki nem foglalkozik vele, azt se tudják, hogy létezel. Mi volt ez a pont, vagy mi volt az az érzés, hogy miért mentél bele ebbe, hogy gyakorlatilag az utazás, a pingpongozás és a fotózáson kívüli hétköznapjaidat egyfajta háborús övezetben töltöd? Nyilván van egyfajta exhibicionizmus is ebben. Hát az, aki tagadja, hogy tehát aki nyilvánosan szerepel és azt mondja, hogy neki ez csak negatívum, az szerintem nem őszinte. Amikor a rádió megcsinálása mellett döntöttem, nem fogom a teljes történetet elmondani, de akkor kinevezték azt az asszonyságot a Magyar Rádió elnökének, és akkor azt üzenték, hogy nekem, aki mindig beszélő rádiót hallgattam tinédzser koromban is, nincs mit hallgatnom, és nem is lesz. És akkor a véletlen, ha van ilyen, hogy véletlen, úgy hozta, hogy adva voltak a feltételek, hogy akkor csináljak meg olyat, amit én is szívesen hallgatok. Ugye itt csináltam egy rádiót, ami működik 24. éve, napi 24 órában műsort ad. Azt hiszem, aki ismer, az tudja, hogy én ugye a beszéd az nem idegen tőlem, tehát hogy szeretek beszélni. Közel 5 évig csináltuk ezt a Kinevetsz a végén című nyilvános felvételből rádióműsort, amiben én nagyon jól éreztem magam. Valószínűleg az emberek is, akik eljöttek meg, nem vettek volna jegyet, ott pénzért kellett jegyet venni. De ennél beljebb, hogy úgy mondjam, műsorkészítésben nem is fogok menni, azt hiszem.
figyelemre méltó önkorlátozás és önfegyelem. Kérjük, támogassa a Klubrádió fennmaradását. Köszönjük!